Sziasztok! Ezúttal innen az iskolából jelentkezem. Nemrég fejeztem be a felvételi dolgozatok javítását. Ráadásul egyszer már felvettem ezt a karinti videót, viszont ledobott valamiért a prezi, úgyhogy drukkoljatok, remélem ezúttal sikerül fölvenni, és nem maradtok kontent nélkül. Na, húzzunk is bele, és kezdjük el. Karinti életútjáról néhány info. Budapesten született 1887-ben, és az édesanyját azt korán elvesztette. Az édesapja az egy egyszerű tisztviselő volt, de sok művész barátja volt, meg tudósok, értelmiségi körökben mozgott, és nagyon odafigyelt arra, hogy igényes oktatást adjon a gyermekeinek is. Maga kis Frigyes egyébként csoda gyerekként indult, tehát az kitűnt, hogy nagyon jó képességei vannak, nagyon kreatív kisgyerek, viszont mégsem teljesített túl jól az iskolában, tehát eléggé rossz tanuló volt. Egyébként az iskola élményeit, ahogyan azt ti is biztosan tudjátok, a Tanár úr kérem című kötetében örökítette meg. Bejárt egyetemi órákra, nagyon sok minden érdekelte, tehát hallgatott egy kis matematikát, meg a mérnöki karra is bejárt, meg a bölcsészkarra is, de nincs annak nyoma, hogy beiratkozott volna valaha, és nem volt diplomája neki sem, ahogyan például Kosztolányinak sem. 1906-tól kezdett újságíróként dolgozni, ekkortól kezdett publikálni, és a nyugat indulásától kezdve 1908-tól rendszeresen publikált a nyugatban is. A magánéletéről még annyit érdemes tudni, hogy egyrészt Kosztolányinak az egyik, ha nem a legjobb barátja volt, sőt a rossz nyelvek szerint egyetlen igazi barátja volt Kosztolányinak, tehát az ő barátságuk ez legendás, erről már Kosztolányinál is beszéltünk. És ezen kívül annyit érdemes még talán tudni, hogy kétszer nősült. Az első felesége a nagy szerelme volt, viszont az 1918-as spanyolnátha járványban meghalt. A spanyolnáthát ugye ma már influenzának mondjuk, és ma már azért nem kell belehalni egy influenzába, viszont 100 évvel ezelőtt még nem nagyon tudták ezt a betegséget jól kezelni, és az 1918-as spanyolnátha járvány pedig egy különösen pusztító járvány volt, tehát sok millióan meghaltak ekkor. A második felesége Karintinak egy nagyon szenvedélyes kapcsolat volt, ilyen se veled, se nélküled viszonyban voltak. Aztán 1936-ban agydaganatot diagnosztizáltak Karintinál, többször is megműtötték, például Svédországban is, egy nagyon híres professzor műtötte, és tulajdonképpen elég jól is haladt a gyógykezelése, de aztán 1938-ban tulajdonképpen hirtelen rosszul lett és meghalt egy nyaralás során Siófokon. Annyit érdemes még tudni a Karinti családról, hogy ők egy elég fontos család a magyar irodalmi életben, meg kulturális életben. Karinti Frigyes fia, Karinti Ferenc maga is író volt, az unokája Karinti Márton pedig egy neves színházi rendező volt, aki pár éve hunyt el. Na nézzük meg, hogy hol van Karintinak a helye a magyar irodalomban, miért fontos ő. Tulajdonképpen sok szempontból, hát jól is alakult az ő karrierje, meg sok szempontból szomorúan is, hiszen egyfelől egy nagyon népszerű szerző volt, nagyon sokan olvasták a műveit, egy közkedvelt író volt, ugyanakkor nem azért szerették, amit ő fontosnak tartott igazán az ő irodalmi munkásságában. Egyébként, ami az ő világszemléletét illeti, őre a racionalizmus, a szabadelvűség jellemző, tehát alapvetően a felvilágosodásnak az értelemelvűségében és a tudás elvűségében hit. Ugyanakkor, mivel jóba volt nem csak Oszlányival, hanem az ő unokatestvérével, Csát Gézával is, hatott rá a freudizmus, tehát Csát Géza vezette be a mélylélektanba, vagy ő beszélt róla neki sokat, és Karintira is nagy hatást gyakorolt a mélylélektan, ahogyan egyébként Kosztolányira is. Egyébként nem csak a prózai művei fontosak, hanem lírikusként is, tehát költőként is egy jelentős alkotó, de ezekkel nem tudott olyan nagy sikert aratni a verseivel soha, mint a humoros írásaival. Egyébként jellemző az ő írói művészetére, hogy minden műfaj, tehát amilyen műfajhoz hozzányúlt, egy picit mindig elvitte a groteszk, az abszurd és a fekete humor irányába. Nagyon röviden elevenítsük fel, hogy mi a groteszk és az abszurd. A groteszk az egy olyan esztétikai minőség,
amely egyszerre vicces, de ugyanakkor félelmetes is. Tehát már nem olyan egyértelműen felszabadultan nevetsz egy groteszk műve, hanem van benne valami nagyon nyomasztó. Kicsit hasonló az abszurd is, bár talán kevésbé, egy picit kevésbé nyomasztó, mint a groteszk, és az abszurdnak a lényege az, hogy egy ilyen feje tetejére állított világot ábrázol, tehát a hétköznapi törvényszerűségek, a hétköznapi logika szabályai, azok nem érvényesülnek az abszurd művekben. A fekete humor pedig egyszerűen azt jelenti, hogy azzal viccelünk, amivel egyébként nem szoktunk, tehát olyan érzékeny témákkal, mint a halál, vagy a betegség, vagy a háború. Tehát amikor ezekből csinálunk viccet, morbid humornak is szokták ezt mondani, azt hívjuk fekete humornak. Tehát Karinthy egyfelől nagyon sikeres író volt, szerették főleg a humoros műveit, ugyanakkor ő maga úgy gondolta, hogy ezek a szövegek csak felkészülést jelentenek egy nagy filozófikus mű létrehozásához. Tehát ő egy nagyon mélyen filozófikus szerző volt, nagyon komoly gondolatai voltak a világról, de valahogy nem jött össze neki, hogy megalkossa azt a nagy művet, ami ezt az egész filozófiai gondolatrendszert összefogta volna. Tehát tulajdonképpen ő a saját karrierjét kudarcként fogta föl, azt gondolta, hogy kicsit úgy járt, mint annak idején a krumpli, amit amikor behoztak az új világból, akkor nagyon sokáig csak a virágjáját termesztették, és a gumóját pedig kidobták, és csak egy idő után jöttek rá, hogy a krumpliban a gumó a lényeg, és az igazán fontos, az az igazán értékes része. Tehát úgy gondolta Karinthy is, hogy az ő művészetének az igazi értékeit azokat nem látják, nem ismerik el, és a kevésbé értékes írásai miatt olyan népszerű. Itt néhány művét sorolom fel, a legfontosabb műveit, bár például Tanár úr, kérem, az pont kimaradt véletlenül, az egyébként 1916-ban jelent meg. Az ismertséget az Így írtok ti hozta meg Karinthynak, meg a népszerűséget, ez először 1912-ben jelent meg. Érdekesség még, hogy, mint mondtam, verseket is írt, életében egy verses kötete jelent meg 1930-ban, a Nem mondhatom el senkinek, és a második verses kötete pedig már a halála után jelent csak meg. És nagyon sajátos művei az Utazás a koponyám körül, illetve a Mennyei riport, mert ebben a saját betegségét írja meg. Tehát ez az igazi fekete humor, amikor a saját betegségével, a saját halandóságával is, tehát a saját halandóságát, a saját betegségét is meg tudja írni, mégpedig eléggé humoros formában. Tehát ahhoz képest, ha beleolvastak az Utazás a koponyám körülbe például, ahhoz képest, hogy a rákról szól, egyáltalán nem egy ilyen nagyon gyászos hangulatú könyv, sőt, egy nagyon, nagyon sok szempontból nagyon pozitív életszemlélet jelenik meg benne. Na de suhanjunk tovább, és beszéljünk egy kicsit az Így írtok tiről. Az Így írtok ti az először, mint mondtam, 1912-ben jelent meg, de folyamatosan bővítette, többször is megjelent. És maga a paródia, beszéljünk egy picit a paródiáról. A paródia az egy jókori görög eredetű műfaj, tehát egy nagyon régi műfaj, egyáltalán nem modern találmány. És a paródia az, amikor egy közismert szerzői stílust vagy műfajt humoros módon utánoz egy adott szerző. Maga Karinthy egyébként nem paródiának szerette ezeket az műveit hívni, hanem sok inkább az irodalmi karikatúra kifejezést használta rá. Ez sok szempontból indokolt is, mert Karinthy sokkal mélyebbre megy annál, hogy egyszerűen csak viccesen lemásoljon valakit, hanem sokkal értőbben tudja imitálni a különböző költőknek nem csak azt, hogy hogyan írnak, tehát nem csak a stílusát, hanem a világlátását is. Tehát, hogy, és ehhez pedig legalább akkora tehetség kell, mint maga a szerző, amit parodizálnak. Plusz, ahogyan a rajzolt karikatúra is attól vicces, hogy a karaktervonásokat fölnagyítja, így az irodalmi karikatúra is úgy működik, hogy az egyes szerzőknek a karaktervonásait fölnagyítja, eltúlozza. Ugye, ha megnéztek egy rajzolt karikatúrát, hogyha valakinek nagy szeme van, akkor annak a karikatúrában irreálisan nagy szeme lesz. Hogyha nagy füle van, vagy elálló füle van egy kicsit, akkor a karikatúrában tízszer annyira eláll a füle. És így működik az irodalmi karikatúra is.
És egyszer kérdezte valaki, hogy ez nem bántó-e, vagy nem tudom, nagyon sokan szoktam, mert többször tapasztaltam, hogy azt érezték tanítványok, hogy ez bunkóság, egy kifigurázni egy Ady Endrét, hogy hát az milyen gonosz dolog, de hogy ez nem így működik, mert hogy azt lehet parodizálni, arról lehet karikatúrát csinálni, aki karakteres. Tehát szerintem egyenesen bók, hogyha valakit parodizálnak, vagy karikatúrát készítenek róla, mert az azt jelenti, hogy nem szürke, hogy valamilyen, hogy vannak karaktervonásai, ami alapján beazonosítható. Ne, és ezt nagyon jól csinálta Karinti, ráadásul, ahogyan az itt olvasható Kosztolányi idézetben is látjátok, tulajdonképpen nagyon sok olvasót az ő paródiái fordítottak a modern irodalom felé, és először olvasták a Karinti paródiákat, vagy karikatúrákat, és utána kezdték az eredeti szövegeket olvasni. Tehát tulajdonképpen sok olvasót szerzett a nyugatos költőknek Karinti ilyen módon. Nézzünk néhány konkrét példát, hogy hogyan figurázza ki az egyes szerzőket. Ugye azt mondtam, hogy utánozza, ugyanakkor el is túlozza az egyes szerzőknek a karaktervonásait. Így például az Adiféle szimbólumalkotás, tehát ezeket az Adis szimbólumokat imitálja, ezt a felnagyított költőjént, ezt a vátesztudatot, ezt is ilyen irreális mértékben alkalmazza, olyannyira, hogy már a hagyományos logikai rend is felfüggesztődik, mint például itt a Moslékország című versből vett idézetben is láthatjuk. Vagyok a nyugati sirály, de magyarnak köpött ki a föld, Moslékország a nyakamon ül, engemet Moslékország örökölt, nyöszörög a hájszavú föld. Tehát szerintem zseniális ez a Moslékország, mert maga a cím is. Ez ugye egyfelől a magyar ugaronra játszik rá, meg Adinak erre a kompország metaforájára is. Meg hát persze ez az el nem ismert zseni tudat is nagyon jól kifigurázódik ebben a karikatúrában, vagy paródiában. Ugyanígy fölnagyítja Babicsnál a babicsi líra jellemzőit, mik ezek, a vonzódás a klasszikus műfajokhoz, a formajátékok, a tökéletes formának a keresése, nagyon sok alliteráció, a szójátékok, amitől tulajdonképpen Babicsnak a lírája sokszor, néhány Babics vers, hát, hogy mondjam, a mai olvasónak sokszor önmagában is vagy vicces, vagy ilyen érthetetlen, tehát tele van ókori irodalmi utalásokkal, ilyen furcsán csengenek, bonganak a sorai. Na ezt parodizálja Karinti például, azt mondja, hogy ó kancsó kincse, ó görög romantik, orsó korsója, drága művű borsó, akit szeretnek bélák és bandik. Te tarfejű tritóni, tarka, torzó, dús, dőre, dátum és dalos datívus, post, pénész, póne, préter, ablatívus. Ugye itt például az alliterációkat parodizálja, mint a bús, donna, barna, balkonon, ugye ez egy igazi Babics verse, messze-messze, ezeket figurázza ki. De a legjobb szerintem, nekem a kedvenc karikatúrám, irodalmi karikatúrám a Kosztolányi paródia, ami tulajdonképpen elmehetne egy Kosztolányi versnek is, hiszen csak abban különbözik, hogy formailag teljesen úgy van megírva, mint hogyha a szegény kisgyermek panaszaiból lenne, csak egy egyetlen sorral így nagyon lehozza a közönségesség a hétköznapiság szintjére. Tehát ez a klasszikus paródia, ami majdnem olyan, mint az igazi, csak a témája más, a témája valami kicsinyes, alantas. Ugye például, mint aki halkan belelépett, és jönnek távol ferde illatok, mint kószalányok és hideg cselédek, kiknek bús kontján angyal andalog, mint aki halkan belelépett. Tehát, hogyha nem lenne ott ez a mint aki halkan belelépett sor, ami ugye a mint aki a sinek közé esetnek a paródiája, akkor tök olyan lenne, mint egy igazi Kosztolányi vers tulajdonképpen. Na de amiért igazán fontosak Karintinak a paródiái, az az, hogy ezek nem egyszerűen csak viccesek. Ezeknek nem az az elsődleges funkciója, hogy szórakoztassanak, nyilván az is. Tehát, hogyha valaki csak úgy elvihorászik rajtuk, az is egy teljesen valid befogadása a Karinti paródiáknak, de még ezek a humoros művei is sokkal mélyebbre mennek, ha belegondolunk. Hiszen azáltal, hogy ilyen zseniálisan imitálja ezeket a költői látásmódokat, ezáltal tulajdonképpen azt is elbizonytalanítja, hogy mi az, hogy irodalmiság. Tehát, hogyha ilyen egyszerű kifigurázni ezeket az embereket, egyszerűt idézőjelben mondom,
Tehát, hogyha ennyire jók maguk a paródiák is, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy hol húzódik a határ a magas irodalom meg a vicces között. Hogy mitől lesz az egyik vers komoly, például a Mint aki a sinek közé esett, az mitől lesz egy komoly, egzisztenciális, hogy mondjam, kérdéseket felvető mű, míg mondjuk a másik, az, ami majdnem ugyanolyan, mint az eredeti vers, az mitől lesz vicces. Tehát végső soron azt kérdőjelezi meg Karinthy az egész életművével, nem csak a paródiáival, hogy létezik-e maga az irodalmiság, mint önálló szféra. Tehát, hogy léteznek-e a művészetnek önálló törvényszerűségei, vannak-e az irodalomnak saját törvényei, ha úgy tetszik, az irodalom az egy saját világ-e a hétköznapi világon túl, vagy pedig nem. Vagy ez egyszerűen csak megegyezés kérdése, hogy mi az, ami irodalom, és mi az, ami nem. Tehát végső soron azt lehet mondani, hogy Karinthy a maga módján leszámol az esztétizmussal. Azt mondja, hogy nincs olyan, hogy a hétköznapi világ, meg a művészeti világ, hanem egy világ van, és ez tulajdonképpen megegyezés, vagy hozzáállás kérdése, hogy valami művészet, vagy nem művészet. Nagyon egyszerűen így lehetne összefoglalni a Karinthy féle látásmódnak a lényegét, és hogyha ebbe belegondolunk, akkor azért látszik, hogy ez nagyon is egy filozófikus életmű, ami ráadásul máig aktuális, hiszen egy máig visszatérő kérdés az, hogy mi művészet, és mi nem, és mitől függ az, hogy mit tekintünk művészetnek, és mit nem. Hát ennyi lett volna Karinthy röviden, drukkoljatok, hogy ne dobjon le a gép, és el is tudjam menteni, és fel is tudjam tölteni. Sziasztok!